ötödik hétről hatodikra. Pesten még azért nő látható, most nézzük meg Fejér megyét. Fejér megyében, igen, már azért csökkent, de még ez is nagyon magas. Az influenza járvány jelenlegi helyzetét ismerteti dr. Sasvári Ildikó, járási tiszti főorvos. Mint mondta, az influenza figyelőszolgálat legfrissebb adatai alapján megyénkben már negyedével csökkent az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Valóban csökken a megbetegedéseknek a száma, azonban tudni kell, hogy a hatodik heti tartomány az még mindig nagyon magas aktivitást mutat a járványos küszöbhöz képest, úgyhogy még a betegek száma jelentős. A hetedik hetet, ha nézzük, ez ugyan nem az egész megyét, csak a mi területünket önnek az adatait tartalmazza. Valóban van egy további csökkenés, azonban még mindig jelentősen a járványos küszöb fölött van a megbetegedéseknek a száma. A felmérések szerint a korcsoportok közül továbbra is a 3-5 éveseknél, vagyis az óvodások körében volt a legmagasabb az influenza aktivitás, amely csaknem 2,5-szerese az átlagnak. A betegek 30,9%-a gyermek, 36%-a pedig 15 és 34 év közötti fiatal felnőtt volt. A statisztikákból az is kiderült, hogy az utóbbi hetekben orvoshoz fordulók 24,9%-a, a 35-59 évesek, 8,2%-a pedig a 60 éven felüliek közé tartozott. Mivel a járvány még mindig tart, dr. Sasvári Ildikó azt tanácsolja a betegeknek, hogy várják meg a teljes gyógyulást, mielőtt újra közösségbe mennek. A tovább lappangó vírus ugyanis súlyos légúti szövődményeket, például tüdőgyulladást okozhat, akik pedig még nem kapták el a fertőzést, figyeljenek oda a megelőzésre. Nagyon fontos, hogy aki meg már ugye megbetegedett, akkor azért a lehet maradjon otthon. Sajnos látjuk azt a gyakorlatot itt a kolléganőimmel egyre gyakrabban, hogy még betegen is jár valaki dolgozni, betegen is eljön a hivatalokba ügyet intézni. Ez nagyon nem szerencsés dolog a többi. Egyrészt a saját szempontjából sem, mert a betegség esetleg rosszabb a lefolyása, a másik az, hogy a többi ember szempontjából sem. Tehát a kézmosás, a tüsszentéskor, betartani a higiénés rendszabályokat, és hát tényleg amit lehet, hogy beteg ember közelébe, és nagyon zsúfolt helyekre, ahol azért a szellőztetés nem biztosított, nem menjünk. Itt azért nagyobb az esély a fertőződés lehetőségének. A járási tiszti főorvos hangsúlyozta, a látogatási tilalom még mindig érvényben van a térség kórházaiban, és a magas megbetegedési szám miatt várhatóan még néhány hétig nem is vonják vissza. Hát ez most egy erősebb járvány volt.